A jász ceremóniája szerint a történelmi zászlók árnyékában a jászok összetartozásának szimbóluma a lehelkült bevonulásával átvételével kezdődött a városi díjátadó díszünnepség, melyen Budai Lóránt polgármester köszöntötte a díjazottakat. Gondolataiban párhuzamot vont a nemzet nagy alakjainak cselekedetei és városunk hétköznapi hősei között. Mint mondta, híres történelmi alakjaink nem törődtek a kételyekkel, hanem hittel végezték vélt feladatukat, ahogyan a városi díjak várományosai is. Szerintem, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy díjazottaink, kitüttetetteink sem gondolkoztak soha egy percig sem abban, vagy azon, hogy vajon reggel főkeljenek-e, elmenjenek-e, és tegyék -e a dolgukat hiszen mind-mind, akik itt vannak, azok a saját területükön óriási alkottak. A városi hagyományoktól eltérően ismét a pandémia miatt a város napjától távolabb az államalapítás ünnepköréhez kapcsolódva adta át a polgármester az összes fontos városi elismerést, elsőként a díszpolgári címet városi önkormányzat képviselő testülete, magas szintű szakmai tevékenysége, valamint Jászberényváros közéletében végzett kiemelkedő és elkötelezett munkája elismeréseként, Jászberényváros díszpolgára címet adományoz Barát Károly fényképészmester részére. A jelszegi térségi televízió méltató filmjeiből ismerhettük meg a díjazottak példamutató munkásságát és kiemelkedő eredményeit, mint barát Károly fényképészmesterét, kinek a Jászfőváros közéletében végzett kivételes munkája indukálta a legnagyobb elismerést, a város díszpolgára címet. Jászberény város önkormányzatának képviselő testülete sokrétű gazdasági tevékenységéért, Jászberény és a jássági vállalkozások céljai megvalósításának segítéséért dr. Sziráki András, a Jásznekun Szónok megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke részére Jászberény város tiszteletbeli polgára címet adományozott. Jászberény városért próúrbe érdeméremmel tisztelektek dr. Bános György traumatológus szakorvos és a megboldogult Máté György szobrászművész munkássága előtt. A Prószivitán Tejenszberin díjat is kiosztotta az önkormányzat, megköszönve dr. Kis Zoltán, korábbi járssági országgyűlési képviselőnek a Jászberény érdekében kifejtett kiemelkedő politikai-gazdasági lobby tevékenységét. A Friedvalszki Ferenc köztisztviselői díjat idén Bobák Zoltán, a polgármesteri hivatal jegyzői osztályának volt főosztályvezető helyettese kapta, aki több mint két évtizedes hivatali tevékenysége alatt mindig kiemelkedő szakmai színvonalon és példaértékű hivatást tudatta a végezte munkáját. A díjátadó folytatásában kiosztották a Sipos Orbán kulturális és művészeti díjakat, melyet Szólát Csaba, a Kovácski meg a Vega zenekar tagja és Gáldobos Beáta a kulturális szervező vehettek át. A diátadó nagyjából felénél a jársági hagyományőző egylet tagjai jársági dalcsokorral kedveskedtek az ünneplő közönségnek. Az Ézen Janka nevét viselő közoktatási díjat négy pedagógus vehette át. Hagyó Lászlóné zongoratanár, Stefán Ildikó Mária nyugalmazott főiskolai agyunktus, Gulyásné Ránc Gyöngyike gyógypedagógus munkaközösségvezető, vezető, diák önkormányzat vezető, és Bencsik Ferenc a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, gimnázium és kollégium szakirányú oktatásáért felelős igazgatóhelyettese. A folytatásban Jelzbeli Város Árpádházi Szent Erzsébet egészségügyi díjait vehették át az arra legérdemesebb egészségügyi dolgozók. Elsőként dr. Besenyei Orsolya, a Szent Erzsébet Kórház orvosigazgatója, majd Sisa Balázsné, epidemiológiai szakápoló, dekubitus koordinátor, és Sugárné dr. Pető Katalin Ágnes, ifjúsági főorvos. kulturális feltöltődés újabb rövid szünetében Szaniszló Rihárd vibrafon művész előadását hallgathattuk meg, mely után a város gerevi csaladás pordíjait adták át. Sándor Renáta, a Jászberényi Röplabda Klub másodedzője és Szabó Gyula, a Lehelvezér Gimnázium nyugalmazott testnevelő tanára részére. A Szent Klára szociális munkadíjat idén Vargáni Demek Katalin, a katolikus szeretett szolgálat Szent Klára idősek otthona nyugalmazott intézmény vezetője és Gregorné Mille Andrea Jászberény városi önkormányzati bölcsöde és védőnői szolgálat kisgyermeknevelője kapta. Idén kiosztották a Jászberény Város Komáromi József sajtódíjat is, melyet szerkesztőségünk tagja, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel és elhivatottsággal végzett operatőri tevékenységéért Lakatos Zoltán operatőrvágó kollégánk vehetett át. A városrendészeti díjaiból 2021-ben Barna Sándor tűzoltó főtörzsörmesternek és szemán Ferenc címzetes rendőr-alezredesnek kiemelt főnyomozónak járt az elismerés. A díjazottak a közélet, a kultúra, a sport vagy választott hivatások területén kimagasló eredményeket értek el. Ezáltal hír nevét öregbítették, vagy teszik ezt a mai napig. Fejhajtás és köszönet illeti munkájukat! Méltató filmjeiket keressék a jttv.hu weboldalon, a Díkiosztó Gála készített bővebb összefoglalónkat pedig televíziónk műsor kínálatában.